Sziasztok, srácok! Eljött az idő, hogy kisorsoljuk a csodálatos kozmikus kapcsolatkártyát, amit most itt láthatok a kezemben. Mint láthattátok, délután szabadon igyekeztem kirakni az összes nevet egy tárra, és elhoztam a sorsoláshoz szükséges kelléket, valamint a sorsolási bizottság tagját, aki Botinak egy régi plüss lovacskája. Ő most itt lesz velünk, ő fogja a mai sorsoláson ellenőrizni, hogy semmiféle csalás nem történik. Ennek következtében gyakorlatilag azt gondoltam, hogy itt most összehajtom előttetek az összes nevet, amit természetesen fel fogunk gyorsítani, úgyhogy egy ilyen suhanással az egyik végéből a másikba át fogunk érni egy pár másodperc alatt, mondjuk lehet, hogy ez 20-30 másodperc lesz, és ezek után pedig kisorsoljuk azt az embert, aki a mai napon megnyeri a csodálatos kozmikus kapcsolat nevű kártyát. Nos, vágjunk is bele ebbe a sorsolásba. Jöjjön a kalap. Nos, biztos, hogy választhattam volna a Random Név Generator nevezető programot, vagy nem tudom, internetes alkalmazást, amit rengetegszer szoktak alkalmazni a különböző sorsolásokon, azonban nekem Dave módszere, hogy kipakoljuk és szépen sorba rak, rendezzük, sokkal viccesebbnek tűnt. Innen is minden tiszteletem Dave-é, hiszen ez nem volt egy kétperces mutatvány. Összekevertem, a sorsolási bizottság leellenőrzi, és ezek után pedig nem néztem bele, kihúzzuk a fantasztikus nevet, aki ezúttal látható Szente Szilárd, közelebb viszem a nevét, ezúttal gratulálok neki, hamarosan felveszem vele a kapcsolatot, és megkapja a csodálatos kozmikus kapcsolat kártyát. Gratulálok, Szilárd! Ennyi lett volna ez a mai kis celebration videó, mert hogy már itt biztos, hogy mennek közben a fények, és konfetti hull és mindenféle dolgok vannak. Hamarosan találkozunk egy újabb videóban, addig is... Sziasztok! Jó éj, gyerekek, búcsúzok én most már mára. Bújjatok ti is be, hamar a jó puha ágyba. De előtte iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Köszi szépen, sziasztok!